Családja, barátai, tisztelői körében a bélauti temetőben kísérték utolsó útjára az életének 89. esztendejében elhunyt Molnár Ferencet, a Videoton FC labdarúgó együttese és az Albakom kosárlabda csapata legendás masszőrét. Feri bácsi 1935. június 5-én született Székesfehérváron. Pályája egyik legfontosabb döntéseként a vadásztörténgyári vasas vezetőinek invitálására a labdarúgó együtteseknél folytatta munkáját, hogy aztán meg annyi siker letéteményeseként 33 esztendeig szolgálja az időközben Videotonként újjászületett klubot. Tóth Tamás esperes gyászbeszédében visszatekintve Feri bácsi pályafutására megerősítette, meg annyi sportsiker letéteményesét tisztelhetjük pályafutásában. Évtizedeken keresztül lehet hátul lenni, évtizedeken keresztül lehet csendben lenni, évtizedeken keresztül lehet a másoknak sikerét vagy győzelmét szolgálni. A Videoton képviseletében csapattársai és a klub nevében a piros-kék csapattal meg annyi közös sikert elérő Csongrádi Ferenc búcsúzott Feri bácsitól. Itt vagyunk valamennyien, szomorúan megölődtem kokos felett. Nagyon nehéz és fájdalmas feladatunk van most. Miért akkor kellene téged felidézni azt a sok-sok szép évet, amit a Videoton családban eltöltöttünk. Háttérben dolgozva, fontos láncszem voltál a csapat életében, sikereiben, hűségesen szolgálta a szeretett csapatodat, és hihetetlen szerényen alázatot Molnár Ferenc egy emberöltönyi piros-kék mezben eltöltött év után az Albakom kosárlabda csapatához szerződött, ahol szintén számos siker részese lehetett. 15 év múltával búcsúzott a Gáz utcától, de amíg egészségük engedte, továbbra is kilátogattak a mérkőzésekre feleségével, Marika nénivel. Feri bácsi masszőrként tett sokat a sportolókért, de a játékosok partnere volt nem csak a testi, de a lelki problémáik megoldásában is. Hosszú pályafutásának alapja a becsület, a tisztesség és a bizalom volt. Búcsúzásakor megfogalmazott gondolata ma is példa arra, miként lehetett fél évszázadon át kiemelkedő alakja városunk sportéletének. Érdekes, színes helyeken tevékenykedtem. Soha nem ismételte az élet önmagát, nem unatkoztam egy percig sem. Minden napra hozott a sors valami olyat, ami testet, lelket gyönyörködtető volt. Emlékét megőrizzük.